Sziasztok! És üdvözöllek titeket egy olyan videóba, ami kicsit más lesz, mint ami idáig volt. Mert nem lesznek fények, Alexa, turn off the video light. Okay. Hanem csak én, a kamera és ti. Ez egy vlog lesz, igen, méghozzá egy utazós vlog, mert megyek haza. Karácsonyra egy egész hónapig otthon leszek. Szóval, most beszaladok suliba, mert van 1-2 órám, amíg ott kell lennem, és aztán pakolás, és reggel 3-kor indulok haza. Vagyis 4-re jön a kocsi, 3-kor kelek. És úgy gondoltam, hogy tartsatok ti is velem ezen a kis túrán. Mit szóltok hozzá? Rég volt már vlog, régen nagyon sok volt, de volt egy kis szünet. Igazából nem voltam eltűnve, élek és minden rendben, csak vizsgaidőszak volt. 1 hónap full tanulás, úgyhogy... De most vége, el is felejtem az iskolát egy egész hónapra, de még ma gyorsan be kell mennem. Az ágyban jelentkezem, itt most, hűha, 3-4 éjfél, és elég fáradt vagyok. Mind a 2 bőröm bepakolva, lakás összepakolva, minden kész az indulásra, úgyhogy 3-kor kelek, még gyorsan leviszem a szemetet, stb. Stb. A kocsi, beülök, irány Luton, aztán pedig irány haza. Hamarosan találkozunk. Na jó reggelt! Hát nem mondom, hogy kialudtam magam, de 3 óra 10 van, úgyhogy kelni kell. Egy bőrönd, még egy bőrönd, hátizsák, minden kész, autó itt van, 4 óra 17, 18, kamerák bekapcsolva, beriasztva, de természetesen úgy is jönnek majd párszor ránézni a lakásra, hogy minden rendben van-e, úgyhogy indulás. Derékkameráztam már a liftben. Vagyom ezt a szendvicset, ezt a kávét, és aztán mindjárt nézem. Ott vannak egyébként, hogy mi mikor indul. Az enyém 68:15 Budapest. 7:25-kor írják ki, hogy melyik kapu lesz az, úgyhogy addig várok. Van 1 órám. Videózzak, csak hogy benne legyél. Csűha. Kicsit nagyokat. Az együnk részben lesz, savanyú cukorka, a 10. részben Lilivel. Mint ahogy láthatjátok, már hazaértem, az édeséget kipakoltam, azt raktam, amiket hazahoztam, de az együnk részben lesz, a 10-be, és 5-öt mutatok, a 10-ben, még a nagy bőrönd az ott van, meg még a kicsi sincs kipakolva, de most először elmegyünk boltba, aztán meglátogatjuk a családot. Mamáikat, anyáikammal találkoztam, King anyukáját is majd, a apát is, mindenki sorba. Ezzel fogunk utazni, mikor? Szombaton. Most eljöttünk ide az Obiba, és veszünk karácsonyfa díszeket, meg égősort. Aztán majd fát is, de azt nem ma. Itt nem nagyon lehet Magyarországon kamerázni benne a boltokba, de azért megpróbálunk majd valamicskét. Jó lesz. Jó lesz? Ezt a részleget kerestük. Jöhet. Ha szeretnél? Igen. Nézzétek csak! Elég komoly. Van itt minden. Egyébként már végeztünk Ongán, megyünk hazafele lassan. Ez egy nagyon-nagyon jó étterem itt Miskolcon, a Fresh, ilyen egészséges kajáik vannak. Úgyhogy felhívtuk őket, és bemegyünk, elhozzuk a... Te mit rendeltél? Egy tiramisút. Én pedig egy csoki öntetes... Protein palacsintát. Ilyen. Kinga kisebb írta, rögtön falja a tiramisút. Most esett le az egyik karácsonyi dísz, amit vettünk. Szóval csak én akartam mondani, hogy szerintem vége lesz itt a mai vlognak. Ha tetszett és esetleg szeretnétek még ilyet, akkor nyomjatok egy lájkot, és írjátok le nekem, hogy igen, szeretnénk még ilyet, mert tetszett. Bizonyosan szeretnék még a jövőben ilyen vlogokat csinálni, amíg itthon vagyok, tehát ebben az egy hónapban. Aztán hamarosan következik egy együnk rész, a 10. rész, ahogy mondtam már előzőleg a vlogban, kistesóm is fog benne szerepelni, úgyhogy remélem várjátok, én már nagyon várom. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Együnk 11, vagy lehet, hogy kihívás videó lesz, ahol csak annyit megsúgok, hogy bogarakat fogunk enni, hát kicsit érdekes lesz. Azt is várom nagyon. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett nektek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!